85 diák ballagott ma a Jávorka iskolában. Egy szakközépiskolai osztály, valamint ballagott a mezőgazdasági gépész, a dísznövénykertész, a pék és pékcukrász osztály is. Sebő Bence mezőgazdásznak tanul. Nagyon megszerette a Jávorkát. Igazából barátok, osztályok, ismerősök, amik igazából rám adtak. Ez egy nagyon jó iskola egyébként. Én szerintem az osztályomat kifejezetten szerettem. Hihetetlen családias volt a hangulat. Még először itt maradok két évi technikusin, egy kektikusin, és közben talán megpróbálok letenni egy emelt szintűt, talán magyarból, de egy nyelvvizsgát az biztos, hogy tervezek. Pályán nem biztos, hogy maradok egyébként. Ezért is szeretem egyébként ezt az iskolát, mert nem igazán erőltetik. Hogyha valakinek van szakmai orientációja, akkor segítenek benne, segítenek neki a tanulásba, de hogyha nem e felé a szakma, nem az a szakma érdekli, akkor hagyják. A pék jó szakma. A végzős péktanulók elhelyezkedése függ attól is, milyen eredménnyel teszik le a ballagás után a vizsgákat. Pusztai Tamás tanár úr egy évig volt az osztályfőnökük, de itt sem könnyű a búcsú. Hát kicsit fájó szívvel, de még ugye találkozni fogunk, ugye a vizsgákon, meg még a vizsgálőkészítéseken, és majd legkésőbb június 18-án lesz a végső bizonyítványosztás, ami búcsúval befejeződik. Ők még a régi képzésben jártak, ami azt jelenti, hogy 9-10 osztályban általános képzést kaptak, és utána jöttek két éves pék képzése, ahol két év alatt próbáltak összecsiszolódni a gyermekek, ugye fiatalból felnőttekké válni. Elsősorban a szakmára, élelmiszeripari és mezőgazdasági szakmákra tanítjuk a gyerekeket, és ennek a fontosságát próbáljuk erősíteni, ez kormányzati szinten is így történik. Ehhez próbáljuk a feltételeket megteremteni. A szeretettel minden jót kívánok nekik, nem könnyű ma, én úgy gondolom fiatalnak lenni sem. Én bízom benne, hogy megállják a helyüket. Ami az iskola erőssége, az, hogy itt megtanulnak a gyerekek dolgozni, a munkát szeretni, becsülni, és többen nagyon jól is tudnak dolgozni. Én bízom, hogy az életben megállják a helyüket, és boldog emberek lesznek.